Kosárban Ádám itt is van a stúdióban. Jó reggelt kívánunk, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ugye a felvezetésben azt említettük, hogy nagyon jó lenne, ugye az ellenzéki párt is azt szeretné, hogyha ezeket a bizonyos TAO pénzeket stadionépítések helyett mondjuk inkább arra fordítanák, hogy kórházakat építenek vagy fejlesztenek. Csak hogy egy összeget is mondjak hozzá, a TAO támogatásokból 550 milliárd forintot költöttek eddig a versenysportok támogatására. Így van. Egészen pontos elképzelésünk van, és ezt ugye már nem olyan régen próbáltuk is a nyilvánosság elé tárni. Egyszerűen arról van szó, hogy eljutottunk egy olyan pillanatba, ahol megállt kell parancsolni ennek a folyamatnak. A sport végtelen összegeket tud felemészteni a közpénzből, tehát hogyha valaki az az elsődleges szempont, hogy a miniszterelnöknek milyen hobbija van, akkor abba korlátlan pénzeket lehet beleönteni, látjuk, hogy milyen sikerességgel. De a Bidi azért elég jó sikereket ért el. Szerintem, tudtál egyet mondani? Szerintem ne akadjunk le a futballsport apróbb sikerei, vagy lehetséges sikereinél. Én azt gondolom, hogy ennél sokkal súlyosabb a helyzet, és ezért javasoljuk azt, hogy budapesti bejegyzésű cégek a társasági adó felajánlása az január 1-től, 2019. január 1-től nem ehessen sportági támogatásként, hanem jelenjen meg kórházak támogatásaként, tehát igazából intézményi szinten a kórházak legyenek az alanyai ezeknek a társadalmi adó felajánlásoknak. Amikor azt mondja, hogy sport, akkor most, mert ugye itt a felvezetésben mi stadionokra beszéltünk, általában stadionokról, amikor az ember beszél, akkor a foci kerülhet ugye szóba, nem az amerikai foci, ugye, hanem a klasszikus, de akkor ezek szerint semmilyen sport ne kapjon? Én azt gondolom, hogy itt most az egészségügyi helyzet az olyan, az egészségügyi rendszer állapota az olyan minőségű, ami nem tűr halasztást. Tehát itt most gyors segélyre van szükség, és ez a gyors segély ez azt jelenti, hogy igen, sokkal előbbre való prioritás kell legyen az egészségügy rendbetétele, mint egyébként bármilyen sporták támogatása. Hadd idézzek még egy számot, én ma vállalom az adatokat. 440 ember vált halálos áldozatává annak a több mint 15 ezer kórházi fertőzésnek, ami csak tavaly ütötte fel a fejét a magyar egészségügyben, most az önök közleményét idéztem. Így van. Ugye ezt megtudhattuk egy statisztikából, hogy hát ilyen borzalmas számokról beszélhetünk, tehát ahogy ön is említette, 440 ember esett áldozatául, halálos áldozatául kórházi fertőzésekre. Ezt konkrétan lehet tudni, ugye? Ezt egészen pontosan lehet tudni. Lehet ez akár több is. És az a probléma, hogy ez azt mutatja, hogy a rendszerben olyan hiányosságok vannak, és olyan problémák vannak, amik egyébként nap mint nap emberéleteket követelnek. Tehát itt azért arról beszélünk, hogy Magyarország területén a 365 napra jutott 440 halott. Azért, mert egyébként kórházi fertőzésben sajnos hát olyan végzetes problémával állt szembe, amit nem tudott leküzdeni. Igen, szörnyű. Egyébként tényleg maga ez a helyzet, vagy ez az állapot, ez tényleg szörnyű, de azt is hozzátehetjük, és nekünk ugye újságíróknak, műsorvezetőknek ez fontos is, hogy azt hangsúlyozzuk, hogy ez nem egy elszigetelt eset ugye Magyarország történetében. Már most úgy értem, hogy... Kórházi fertőzés az egy általános jelenség. Ez sajnos a legfejlettebb országokban is jelen van, de kétségtelen, hogy ilyenre azt mondja az ember, hogy ez nem fordulhatna elő. Meg a mértéke ugyanennyi. Igen, menjünk egy kicsit tovább. Azért is kérdezem önt arról, hogy, mert ugye a Kincses Gyula volt egészségügyi államtitkár, nem sokára majd érkezik hozzánk, készült egy felmérés, hogy a magánegészségügy kaphat-e nagyobb szeretet az állami egészségügy területéből. 350 milliárd forintot költöttünk 2015-ben a KSH adatai szerint, ebben minden benne van, a hálapénz is, a fogorvosi ellátás, ugye hát az elég nagy szeretet szakít ki, ezért tulajdonképpen a magánegészségügy területéből. A liberálisok mit gondolnak erről? Tényleg el kellene indulni ebbe az irányba, hogy már az állami rendszer fenntarthatatlan, hogy jó minőséget garantáljon? Ugye nagyon fontos dolgokat feszegetünk, és végre eljutunk oda, hogy ezekről a fontos dolgokról beszélünk. Ugyanis amiről az előbb beszéltünk, a TAO pénzek átirányítása a kórházi struktúrába, az csak egyfajta gyors segélyként tud üzemelni. Amiről viszont most beszélünk, az végre az a strukturális rendszer szintű átalakítás, amire egyébként égető szükség lenne. Hiszen itt a gyors segélyen túl azért rendbe kéne tenni ezt a rendszert olyan módon, hogy egyébként működőképes maradjon. Tehát ne csak a lukakat tömködjük be, hanem egy működőképes rendszert építsünk föl. Ennek az egyik alappillére az, ami egyébként valóban nagyon fontos, hogy végre elhangzik egyre többször, hogy ketté kell választani a fizetős és az állami egészségügyi ellátás rendszerét. Mi az oka annak, hogy nagyon sokan ilyenkor azt mondják, hogy ez a megoldás igazságosabbá,
piacképesebbé, versenyállóbbá tenni az egészségügyet. Mások meg azt mondják, hogy ez arra ad lehetőséget, hogy a gazdagok és a kiváltságosok kimentsék magukat úgymond egy jobb egészségügybe, és a reszlije lesz az állam. Én pedig azt mondom, hogy ez a rendszer, ez lehetővé tenni, hogy a legszerényebb anyagi körülmények között élő állampolgárokra kelljen csak koncentrálni az államnak az egészségügyi ellátás terén. És mindenki más, aki egyébként tud magáról olyan módon gondoskodni, hogy adott esetben emelt szintű szolgáltatásokat is meg tud magának fizetni, ami egyébként a mai napon is elérhető nagyon sok területen. Itt az imént említett fogászati ellátás például az egyik legeklatánsabb területe ennek a magánegészségügyi rendszernek, hiszen ott számtalan magánklinika üzemel és jól üzemel és jól működik. Én valahol itt látom a megoldást, hogy ne azoknak adjuk az ingyenes szolgáltatást, akik egyébként maguknak meg tudnak fizetni piaci alapon is, sőt, adott esetben el is várnak magasabb színvonalú ellátást cserébe a magasabb szintű fizetségért. Tehát tényleg azt gondolom, hogy az államnak minden esetben az egészségügyi ellátás szintjén azokra kell koncentrálni, akik egyébként saját erőből, önerőből nem tudják biztosítani a megfelelő egészségügyi ellátást maguknak. Így van. Nézzük egy kicsit a lapokat. Igen, igen. Hogyha már ugye megkaptuk, okay, akkor kezdjük mindjárt a magyar időkkel. Ne menjünk. Kezdjük. Kezdjük ezzel. Legyen szép a napunk. Ennyi. És hogyha meghalljátok a hírt is, a kormány is bízik a két számjegyű béremelésben, olvasható a Magyar Idők címlapján, a 13. oldalon folytatódik, akik esetleg érdeklődnének, ott részletesebben is írnak erről. Elismeri a kormány a szakszervezetek újabb jelentős kétszámjegyű minimál bér és bérminimum emelésre tett javaslatának fontosságát annak érdekében, hogy a hazai keresetek ne szakadjanak le ugye a régióétól. Ebből az következik, hogy nem csak, hogy a magyar gazdaság teljesít jól, amit nyilván önök is azért csak-csak elismernek, hanem, hogyha már jól teljesít a magyar gazdaság, akkor ennek a plusz pénzét oda tudják adni az embereknek, nyilván a munkaadók. Örülnek, elismerik-e ezt a liberálisok? Hát, hogy a magyar gazdaság mennyire teljesít jól, én ebben most nem mennék bele, és elég rövid is azt hiszem a műsoridő, hogy részletesen boncolgassuk ezt a szemléletet. Az pedig, hogy két számjegyű béremelés következik, hát most ha egy kicsit komolytalanabbul veszük, ha már olyan sajtóorgánummal kezdtük a napot, ami azért nem gondolom, hogy a csúcsa lenne az újságírásnak, akkor ha komolytalanabbul nézzük, akkor azt kell mondjam, hogy az a kétszámjegyű béremelés, az a 10-es nagyságrendű forintba mérhető béremelés, az nem gondolom, hogy 100 forintot, ha nem haladja meg, akkor nem történik semmi, de természetesen százalékokról beszélünk. Százalékok esetén pedig a kétszámjegyű béremelés az ugye 10%-ot meghaladó béremelést jelent. Na most 10%-ot meghaladó béremelés, az vannak olyan területek, ágazatok, ahol még önmagukban semmire sem lennének elegendőek, és vannak olyan ágazatok, ahol pedig teljesen szükségtelenek. Tehát én megint csak azt mondom, hogy amikor a kormány szokás szerint úgy áll egy kérdéshez, hogy mi lesz az egy lépés, amit majd minden egyes állampolgára foganatosít, az azt gondolom, hogy tévút, azt kell megkeresni, hogy hol van nagyobb segítségre szükség, és hol van kisebb segítségre szükség. A Népszava címlapján van egy olyan cikk, amely déjà vu-t kelt az emberben, mintha időutazásban vennénk részt, no, és itt sok hónappal ezelőtti cikk lenne, de mai, érteni fogják, miért mondtam ezt, törvényekkel trükközik a kormány, civilek, CEU, két törvényjavaslatot is benyújtottak fű alatt az országgyűlés elé, az egyik a CEU-t, a másik a civil szervezetek támogatását érintheti. Mint hogyha korábban mind a két témakörben történtek volna törvénymódosítások. A legfrissebb az egyik az ATV hírére, ami forrásunkra hivatkozik, Semmény Zsolt miniszterelnök helyettes által benyújtott csomagról van szó, a civil szervezetek lehetséges költségvetési támogatásának a megduplázásáról, és természetesen a CÖF-öt emelik ki, mint a potenciális legnagyobb támogatottját ennek a tudomást. Valóban déjà vu érzés, de két nagyon fontos témakörről beszélünk. Egyrészt a CEU kapcsán nem véletlenül kezdeményeztük azt, hogy egyébként, ha Tarlós István valóban a budapesti polgárokat szeretné képviselni, és a budapesti polgárok érdekét, akkor mi egész biztosan azt tudjuk javasolni, hogy Budapest kezdeményezzen egyébként külön megállapodásokat New York állammal, és egyébként háromoldalú megállapodásokat, mint intézmény a CEU-val is, és Budapest teremtse meg azokat a keres
kereteket, amik mentén nyomást tud gyakorolni a magyar kormányra, hogy végre írja alá a végső megállapodásokat is. Hiszen ha Budapest területileg hasonlóan New York államhoz területi illetékesség szintjén megtesz minden lépést annak érdekében, hogy biztosítsa a CEU itt tartását, akkor a kormány egy lépéskényszerbe kerül. Ezt a CEU-ról fontos, hogy elhangozzon. A civil szervezetek kérdése pedig nem véletlen, hogy nagyon régóta hangsúlyozzuk azt a javaslatunkat, hogy egyébként ne a nemzeti együttműködési alapon keresztül, tehát nem az ön által is említett CÖF vezetőn keresztül legyenek osztva a civileknek a támogatások. Úgy, ahogy van, kapcsoljuk ki a rendszerből a nemzeti együttműködési alap pénzosztását, viszont emeljük meg duplájára, tehát 2%-ra a civileknek és az egyházaknak is felajánlható adó 1%-ot. Ugyanis ez tenni azt lehetővé, hogy mindenki annak a civil szervezetnek és annak az egyházi felekezetnek segítsen nagyobb erővel, akit ő arra érdemesnek tart. És ne a CÖF vezetője döntse el, hogy ki érdemes az egyébként a közpénzeknek az elköltésére. Csak egy rövid mondat, az a civil szervezet, aki elérte azt, hogy egyáltalán legyen lehetőség felajánlásra egykor, amikor ezt a parlament elé terjesztette sok kormánnyal ezelőtt, 10%-ot javasolt. Most tartunk Így van. Ezért javasoljuk, ugye itt nagyon jó lenne, ha drasztikusabb emelésekről is lehetne beszélni. Első lépésként legalább 2%-re fel kéne emelni ezeket a felajánlásokat. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.